Munkácsi Díjas magyar festő, Szász Endre Csíkszeredában született 1926. januárjában. Korán elhagyta szülővárosát, de gyerekkorát még Erdélyben töltötte, Marosvásárhelyen érettségizett. 20 évesen Budapestre került, majd később az Amerikai Egyesült Államokba, ahol pompás művészi karriert futott be. Élete végén visszatért Magyarországra, és a Hollóházi porcelángyár tervezője volt. Másodjára van Szász Endre kiállítás Csíkszeredában. 2005-ben is volt egy szép anyag, azt Kaposvár testvérváros hozta el. Ezúttal pedig Csíki Székely Múzeumnak egy régi szakmai partnere, a Miskolci Múzeum gyűjteményét mutatjuk itt be Csíkszeredában. És az újszerű még ebben a kiállításban, hogy a Csíki Székely Múzeum saját Szász Endre anyagát is most először állítjuk ki. 22 Szász Endre alkotásunk van. A mi Szász Endre gyűjteményünk az tulajdonképpen 2005-ben alapozódott meg, amikor Szászné Hajdu Katalin elhozta a kiállítást, az ő gyűjteményét, és akkor a kiállítás végén adományozott nekünk 20 darab Szász Endre munkát. Ezek főleg grafikák és illusztrációk és nyomatok. Utána pedig egy pályázati úton sikerült két gyönyörű szép olajfestményt vásárolnunk, amelyet szintén most először állítunk, és ezzel lett teljes a gyűjteményünk. Az említett két olajfestmény egyike a Sárga kalapos nő, a másik pedig a Halas férfi címet viseli. A Mikuvárban berendezett galériában a múlt év decemberben tartott kiállítás megnyitón nagy számú érdeklődő volt jelen. Nagyon szépen köszönjük igazgató úrnak és a csíkszeredaiaknak, hogy fogadnak bennünket, hogy befogadják a gyűjteményeinket. És hogy ennek a kapcsolatnak egyfajta szimbolikus kifejeződése Szász Endre, az egyáltalán nem véletlen, természetesen azért esett rá a választás, hogy általa mutatkozzunk meg itt először önöknek, mert az ő életútja, az életútjának a kezdete, Csíkszereda, és aztán az egyik özvegyének a végrendelete nyomán született hagyaték, amely Miskolcon kötött ki, az életútnak egyfajta végpontja, tulajdonképpen időben nagyon szépen összeköti ezt a két várost, és térben is átíveli ugye a Fél-Kárpát-medencét, mint ahogyan Szász Endrének a élete, életútja, művészete és az egész világ magyarságát összekötötte. Szász Endrét azt mindig jó nézni, egy rendkívül sokoldalú művész volt. Itt is az olajfestmények mellett grafikákat találunk, illusztrációkat, porcelánok, tányérok vannak kiállítva, úgyhogy minden oldalát megmutatja a művész. Itt vannak a korai részkarcai, ugye az 50-es évek elején, mint könyvillusztrátor indult, és nagyon szép sikereket ért el.
És aztán a 60-as évektől kezdve fordult az érdeklődés egyre inkább a festészet felé. Nagyon szép festményeket is bemutat a kiállítás. És hát ugye mondtam, hogy grafikusként kezdte, festészetre nyergelt át, de a grafikai munkásság, a rajz, a különféle grafikai technikák, a litográfia, a szitanyomat mindig is foglalkoztatta, és mindig is részét képezte az életének. És hát ugye a bizonyos holóházi periódus, amit említettem, ebből a korszakból is látható itt néhány nagyon szép darab. Hogyha arról gondolkodunk, hogy hogyan épült fel ez az életmű, ez a művészi világ, mert ez egy sajátos világ, és keressük a gyökereket, akkor azt kell mondjam, hogy lehet bizonyos gyökereket találni nagy korábbi mestereknél, Bruegelnél, Goyánál, Dalinál, de az igazi ősforrás az a föld, ahol most állunk. Nagyon sok alkalommal 80-as, 90-es években nyilatkozott, és büszkén vallotta azt, és fontosnak tartotta azt, hogy ő székely. Innen eredeztette a szürrealisztikus látásmódját. Ugye, arról nyilatkozott, hogy gyermekkorában nagyon sokat foglalkozott a népművészettel, a népballadákkal, népmesékkel. Ezt a világot szívta magába, azt, hogy a népi irodalom szimbólumokban gondolkodik. És aztán ő így gondolkodott a világról, és értelemszerűen ilyen lett a művészete is, de innen eredeztette a technikai találékonyságát is. Tehát lehet mondani, hogy azok az elemek, azok a jellemzők, amik igazán fontosak a művészetében, mint alapmotívumok, azokat innen vitte magával, és az egész életét meghatározta. Az én szürrealizmusom, vallotta Szász Endre, a népdalokból ered, nevezetesen a hegyi emberek népdalaiból. A Hargita erdei ember képek révén jeleníti meg az érzékeivel meg nem tapasztalt titokzatosságot. Jelképeket használ. A szimbolika pedig a szürrealizmus teremtője. Így nyilatkozott a néhai művész. Elvont, erősen stilizált alakok szerepelnek képein, melyeknek fő motívuma a művészi fantázia szülte fél alak, keskeny, nyújtott arcok, hosszú nyakkal és vállakkal. Karakterisztikus találmánya, hogy a kompozíció csúcspontját megkettőzte a fejre illesztett különleges motívumok segítségével. Szász Endre életművéről igazából megoszlanak a vélemények. Rendkívül népszerű festő volt, és a közönség rendkívüli módon szerette. Ugyanakkor a szakma részéről kezdetől fogva egy megosztottság volt tapasztalható. Érték nagyon szép elismerések, de érték nagyon éles kritikák is. De azt gondolom, hogy a szakmai megítélésnél sokkal fontosabb a közönség szeretete. Az, hogy mai napig Szász Endre motívumokkal díszített porcelántárgyak vannak az otthonokban, és ezeket a tárgyakat féltve őrzik, sőt, ajándékba vásárolják őket, nyilván azért, mert becses értéknek tartják.
A szakma igazából azért kritizálta őt, én azt gondolom, erre vezethető vissza, hogy Szász Endre számára nagyon fontos volt az, hogy a közösséghez szólja. Ugyan egy individuális beállítottságú ember volt, de társadalmi felelősséget érzett. És feladatának érezte azt, hogy ne csak egy szűk réteget érintsen meg, ne csak egy szűk közönséget szólítson meg, hanem lehetőleg mindenkihez elérjen az az üzenet, amit ő át akar adni. És ennél fogva tudatosan törekedett arra, hogy olyan festői nyelvet használjon, ami mindenki számára tetszetős, érthető, és olyan feladatokra is vállalkozott, ami ugye alkalmazott grafika, porcelántárgyak illusztrálása, bélyegtervek készítése, egyebek, tehát amivel a tömegek életébe tudott befolyni. És hát ebből a demokratizmusból, ebből a közösségi szellemből, vagy erre való törekvésből ered az is, hogy talán művészete sokkal közérthetőbb, mint másoké, sokkal dekoratívabb, sokkal nagyobb hatást keltő képi világ ez, és hát szakmai részről pedig ezt nyilván kritizeltek, hogy túlságosan is közérthető, túlságosan is népszerűsítő, túlságosan is tetszelegő. Tehát azt mondom, hogy ez ugyanolyan ellentmondásos ez a dolog, mint a megítélése, hogy ugyanaz az áll a háttérben az ő sikerének, mint ugyanakkor az ő viszonylagos negatív megítélésének a szakma részéről. Művészetének középpontjában az ember áll, az arcokat bontja ki leginkább. Portréin a komplex emberi természet mutatkozik meg. Figurái olykor szeplőtelenül szépek, a tekintetek nemes lelket tükröznek, máskor furcsák, szánandók, ijesztően torzak, vonásaik sorcsapásokról, jellembeli gyengeségekről árulkodnak. Vannak bizonyos motivumai, és vannak bizonyos gondolatok, amivel ő szívesen bíbelődött. Az egyik ilyen gondolat, amivel kezdettől fogva foglalkozott, az a múlandóság gondolata. Itt a kiállításban is jó néhány alkotáson megmutatkozik. A múlandóság gondolata nem feltétlenül a pesszimizmussal van kapcsolatban, hanem azzal, hogy fontos, hogy az ember ennek tudatában legyen, minden nap figyelmeztesse magát arra, mert akkor a mindennapjait, a jelenét is sokkal tartalmasabban tudja élni, ha felfogja azt, hogy az élet nagyon is rövid és egyszer véget ér.
megfogalmazzák többen kritikaként Szász Endre fele, hogy noha székelyföldi származású, itt született, de bizonyos értelemben hűtlen volt a szülőföldhöz, persze attól ő még egy hatalmas művész volt. Mindig szépen beszélt Csíkszeredáról, meg Székelyföldről, meg ő azt mondta, azt vallotta, hogy hát nyilván a gényei azok mind ide kötik, de valahogy az élet elsodorta őt, és máshol, távol a szülőföldtől fejtette ki a tevékenységét. Aztán majd idősebb korában járt haza, például Kányádi Sándorral jó barátságban volt, és együtt is voltak, megnézte a szülőházát, illetve a szülőháza helyén épült egy újabb házat. Ezen a házon különben Csíkszereda a megyei jogú város egy emlékplakettet is elhelyezett, sőt, azt az utcát Szász Endre utca névre nevezte el, és így is adózik a város a nagyszülöttje emlékének. Szász Endre munkái egy különös világba ragadják a szemlélőt. Művészetének egyediségével és újszerűségével több díjat nyert. 1965-ben kapta meg a Munkácsy Mihály díjat. 1992-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. Művészi életútja elismeréseként 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét is neki ítélték, bár 2 nappal korábban bekövetkezett halála miatt már nem tudta átvenni. Gazdag hagyatékát özvegye, Szász Lula, 2009-ben ajándékozta a Miskolci Herman Otto Múzeumnak, ebből láthat a vándortárlat révén egy válogatást az erdélyi közönség, kiegészülve a Csíki Székely Múzeumban őrzött Szász Endre alkotásokkal.